Magyarországi tudósítunk beszámolója következik. Aha. Pol Pettinek hívják, vagy kordoblőnek. Ez fél kiló sült krumpli. Ez így normális. És ez meg is bírja enni? Most hány kiló vagy? Ez a szálvas kolbász volt? Hát most csak az van. Üdvözlöm a Berlin Magyar TV nézőket! Itt vagyunk a Kolozsvár utca elején, ami a 15. kerületben van, és itt látható mögöttem Budapest egyik utolsó eredeti piaca, ami még úgy néz ki, mint a 20. századi budapesti piacok. Itt található a Plécsáda is, amit szeretnénk önöknek most bemutatni. Itt a plafon is plé, tehát hogy ez a kék kívül plafon... belül az eredeti húzott, horgonyzott vaslemez. Aha. Kívül belül. Aha. A barátaim, akik a városban laktak, azok pedig elneveztek Bádó Gundelnak. Pol Pettinek hívják, vagy kordoblőnek, salcsonka gomba van benne. Mitől ilyen magas? Hát az anyag mennyiségétől. És mekkora vendégek járnak ide? Mint szerint személyed. Ketté vágom. Hát ez rántott szelet. Ez itt most egy adag? Ez igen. Ennyi a normál kalória szükségletük most délbe. Az ételre azt szoktam humorosan mondani, hogy nem azért jár ide a nép, mert én egy szép nő vagyok. Babgulyás, ez például össznemzeti étel, az innen soha nem fogyhat ki. Az egy adag rántott gomba? Igen. Jó ég, és ez mennyibe kerül ez a hegy? Az úr éppen rántott sajtot kért. Aha. Most hány kiló vagy? 120-30 körül. Na most ő bejött ide egyedül, és csak egy rántott sajtot kér, mert ő már tudja, hogy mekkora adagot kap. Telatár 2 deci, ez fél kiló sült krumpli, és ez így normális. Látszódni fog egyértelműen, hogy mi az, amire én azt mondom, hogy egy adag, és egy adag ételtől jó kell lakni. Ez egy adag lassói. És ezt meg is bírja enni, mert hogy finom biztos, de ha nem, akkor hazavisszük. Hét, mutasd meg, ő kicsoda? Ő haver? Hát persze, a csirkésnél a lábszárat, itt a maradék falatot megkapja, de hát ott tisztességesen megáll az ajtóba. Híresebb vendégeik között kiket mondhat látogatni, aki már volt itt? A könnyű zene számos oszlopos tagja, Solymostóni, Zalatnai, az egész Old Boys, a Hobó. Olyan is előfordult, hogy bejött egy fiatal fiú, tört magyarsággal megszólalt, te vagy a Pista? Na igen, azt mondja, ott tavából küldtek. Ezt a táblát az első percben bárki ide jönne utána, azonnal kidobná. Szívem szerint én is, mert annyira öreg meg már elhasználódott szegényként, de például ez is mutatja, hogy itt még a 80-as években ide került személyzet van. Aha. 30 kilométer, érdekes, hogy ebben is a kiló van. A hely neve alapján ön akkor nevezhető Playboynak, vagy inkább Playpofának? Az igazság az, hogy gólem. A gólem az is a bádog ember. Minek is hívnak engem? Valami koleszterin, nem tudom micsodának. Hogyha annyira haver a vendég, mondom, tudom, hogy cukros, akkor nem adok neki semmilyen szín alatt pörköttet nokedliva. Aha, értem. Kap pörköltet, követnék ki kovászos uborkába. Ha megharagszik, ha nem, de már tudják rólam, hogy ha megfeszül, mint a Krisztus a keresztől se kapja meg. Akkor köretet nem is visz most? Van a kocsimban zöldség, mindenféle zöldség, én azzal fogom ezt tenni. Isteni a kolbász, közben befejeztem, ez a szálvas kolbász volt? Hát most csak az van. Akkor most együnk. Ez az, amit szétvágtunk a vastagság véget. Aha, ez a monarchia kettévágva, ugye? Gyakorlatilag, hölgyeim és uraim, egy ebéd megvásárlásával 2 ebédünk is lesz. Ma már nem gyűjthetünk ételmaradékot viszloknak, viszont őrkutyáknak igen. És olyan őrkutyák vannak, ahova ez kerül,
Olyan vastag a dereka, mint az olajos hordó. Aha. István Kovács, Berlini Mágia TV, 15. kerület. Kinyitjuk a csirke mellett, mint az ablakot. Aha. Most pedig folytatjuk műsorunkat.